A szlovákiai Dudincében rendezték azt a rangos nemzetközi gyaloglóversenyt, amely egyben az 50 kilométeres versenytáv magyar bajnoksága is volt. A nyíregyházi Hellebrand Máté életében először indult a hosszabb számban, azok után, hogy 20 kilométeren már kvalifikálta magát a nyári olimpiára, most az volt a célja, hogy 50 kilométeren is kiharcolja a részvétel jogát. A nehéz versenyen jó tempót diktált, és miközben sokan feladták a küzdelmet, Máté 3 óra 53 perc alatt teljesítette az 50 kilométert, ez pedig azt jelenti, hogy szintidőn belül ért célba, és ebben a számban is kiharcolta a riói indulás jogát. Nem mellékesen a legjobb magyarként ért célba, így megnyerte a bajnokságot is. Igazából belőttünk egy ilyen 3 óra 55 perces célt, hogy az már tényleg jó eredmény lenne, és ehhez képest több mint egy perccel belül értem célba, és az olimpia szint meg 4 óra 6 perc, azon belül meg 13 perccel vagyok belül, és ez nagyon bíztató eredmény, és nagyon örülök neki. Annak tudatában, hogy 35 kilométernél még országos csúcson belül is voltam, csak a sérülések miatt, hogy nagyon sok kilométer kimaradt, ezért az utolsó 10 kilométeren ez már kijött, és az utolsó 10 kilométeren úszott ez az országos csúcs, és ott vesztettem 4-5 percet. Arról majd csak a játékok előtt dönt a Nyíregyházi Sportcentrum atlétája és edzője Pokrovenszky József, hogy az olimpián melyik számban indul. A következő hetekben a felkészülésé a főszerep, és nemzetközi versenyen már nem indul Hellebrand Máté, a 20 kilométeres magyar bajnokságon viszont szeretné megvédeni a címét.